Helder. Á, igen, úgy jött le nekem a Helder, hogy egy kicsit halvérűen kalcsolt ezt a két meccset. Üdvözlöm a Szerdehezett műsor nézőit, és a stúdiókban üdvözlöm állandó vendégünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Szervusztok! Attila, elkezdődött a felkészülés, a tavaszi felkészülés. Jól megáztunk tegnap. Hogy tetszett a tegnapi mérkőzés? Hát fagyosan. Hát tegnap se láttunk újat, szombati meccsen se láttunk újat. Hát a új edzőnk, én úgy gondolom, hogy most már orientálódik, hogy melyik játékos mire képes, és a stáb föltérképezi azt, amit már mi tudtunk, hogy a srácok mire képesek. Tehát, hogy nyilatkozta, én szerintem meg kellett, hogy mutatkozzon mindegyik. Eldöntik, hogy kiket visznek, aztán majd, hogy kik fognak ülni azon a bizonyos kispadon. Néztük, hogy nem volt nagyon aktív az edző, ami a kaucsolást illeti, inkább úgy nézett ki, mint aki figyeli a játékot, mint egy néző, figyeli a játékosokat, és fél időben vagy később adja a tanácsokat, illetve utasításokat. Viszont volt egy dolog, hogy próbáltunk egy pár játékost, ugyebár a Sáranit, akiről már régóta beszéltünk, ki lehet próbálni őt, viszont ebben a csapatban hiányzott neki egy játékos, aki segítene neki abban, hogy megmutassa, hogy mit tud. Nem játszottak vidáig. Hát igen, szombaton 70 percet ott álltam edző mögött mellett, és figyeltem a reakciójait, hogy hogy mozog, hogy kalcsol. Vasárnapi meccsen már kevesebbet álltam ott, de viszont nem volt valami nagy változás a viselkedésében. Figyelt, látott, gondolom, hogy látott, és én is ugyanúgy ezt, amit mondasz, hogy nagyon hiányoltam, hogy nem volt bekeverve ez a két meccs, és hát szóval a vasárnapi meccsen nem volt olyan a pályán, aki kezébe fogta volna azt a bizonyos gyeplőt, hogy irányítsa azokat a fiatalokat, és én valójában azt látom, hogy nem volt valami sok koncepciónk arra, hogy mit is játszunk. Hát tudjuk, hogy a Sarani tud futni, akkor ne csináljunk 15 passzot egy támadásnál, hanem próbáljunk mélységbe focizni és kidobni egy olyan gyors játékost, aki le tudja futni. Ezeket a dolgokat még nem látom, de hát gondolom, hogy fogják majd praktizálni a későbbiek. Paradox módon lehet, hogy ez a mérkőzés, ahol kikaptunk, és ott kaptunk, akkor többet adott az edzőnek és nekünk is, és jobban képben vagyunk, mint a tegnapi mérkőzés után. Mit láttál az első mérkőzésen? Hát láttunk egy olyan cseh másik ligás csapatot, aki arcosan idejött, és nem adta könnyen a bőrét, sőt, hát meg is lettek bennünket egy 5 góla. Én mondjuk, hát 5 gólt kap a csapatom, hogy akármilyen előkészületű, szétrugom a kispad szélét, az biztos. És hát voltak olyan stabil játékosok is a csapatunkban, aki én a 5 gólt túlzottnak gondolom, és ez is talán rá mutat a szétszorságunkra, hogy nem tudja még ki mit kell csinálni a pályán, és hát ez edző dolga, hogy majd helyre tegye, hát reménykedjünk benne, nincs sok idő, úgyhogy reménykedjünk benne az a február 16-ra, vagy mennyire, ugye. Igen, ebben abszolút egyetértek veled, hogy ez a 0-5, ez nem volt reális, az a 0-2 vagy 1-3 talán, inkább individuális hibákból és olyan passzív védekezésből voltak a gólok, amit kaptunk, fő a harmadik, negyedik, ott álltam a kapu hátra mögött, és szinte csak a kapus irányította a védekezést, ami nagyon kevés, úgyhogy én reálisan a 2-3 gólos különbséget láttam, viszont az is 2-3 gólos különbség, egy második ligás csapat. Miről beszélsz? Hát én, amit még észrevettem, az, hogy nagyon keveset rúgtunk kapura, talán egyet. Ugye, és akkor másik fél időben Ramírez fölment a pályára. Hát megmondom őszintén, ez nagyon kevés volt. Én föl voltam háborodva a Zbrojuk elleni meccsen. Nekem ez sok volt. 5-5 kapsz, ilyen szétszórt, ilyen szertelen játékot, amit mutattunk. Azért bármennyi ideje is lehet itt egy edző, vagy bárki is. Hát most nem az a beszélek, de a járásból odamegy egy edző, lehet, hogy más felfogásba játszik egy csapat, megpróbálja visszahúzni egy kicsit, megnézni, hogy az ellenfél mit focizik, és nem ott 100 passzot csinálni a semmiért. Szóval. Igen, mert ha posztokért játszunk, és van egy új edző, akinek a bizalmát meg kell szerezni, akkor jobban harapunk, és ezen a mérkőzésen inkább a csehek haraptak, és mi hát olyan nagyon lazán játszottunk, és mintha kontaktusoktól is féltünk volna, nem nagyon mentünk bele,
Szóval az érdekes volt, hogy ilyen mérkőzésen én mindig abban voltam, hogy a téli fölkészülés, jól lehet, hogy manapság azért nagyon vigyáznak arra, hogy jön és érüljön meg valaki, de ha könyörgöm, ha valaki jön és meg akarja mutatni, hogy ide való, akkor elsődleges az, hogy beleadja anyait, apait. Hát igen, és nagyon igazad van ebben, és a másik dolog meg az, hogy ilyen mérkőzés, amikor talán 4-3-4 a gól, akkor már ne játszok magamnak, hogy 2-3 cselle, ott meg akarom mutatni ott az edzőnek, népeknek, hogy én képes vagyok ilyen cselleket, hanem egy picit azért a csapatra is játszunk az, hogy ne kapjunk 5-öt is, hát bizony benne 5-öt kapni, szóval én egy picit el voltam keseredve. De ez legyen ez, én ezzel nem akarok olyan dolgot szétszórni, hogy itt most borulától lenni, meglátjuk azt, hogy mit fog kihozni a csapatból. Pontosan Attila, te edző voltál, ugye rengeteg téli felkészülésen átmentél, mint játékos is, és ebből a szemszögből nézzél rá, hogy hogy értékelnél ezt a két mérkőzést? Mit mondott ki? Komolyan kell venni, vagy edző pozíciójából hogy értékelnél ezt a két meccset? Edző mindenféleképpen láttam, hogy edzeteltek elég sokat. És hát szerette volna élesben meglátni a játékosokat, hogy mire képesek azokban a reakcióképességük, hogy mire mit hoz, hoz ki a játékosból. És hát gondolom, hogy sok mindent adott ezek a dolgok, sok mindent adtak az edzői stábnak, hogy tényleg meccsen látták azokat azt a csapatot. Teljesen új a stáb, és fel kell nekik térképezni azt. Én szerintem a edzés is ad már nekik olyan kiinduló pontot, hogy amit a mérkőzésen aztán tényleg látja, hogy hopp, hát ez nem biztos, hogy tip sportliga most van, ugye, ligás szint. És ezt majd szépen elraktározza, és ezt majd összegzik. Én szerintem a stábban leülnek, és akkor majd fognak pipázni, vagy húzni egy csíkot. Biztos vagyok benne, hogy sok játékos ki fog esni. Érdekesek voltak a többi eredmények is ebben a Tipsport ligában. Ugye bár azt a Brönt, akitől kaptunk műtöt, Nitra kiosztotta őket, és Nitra rúgott nekik ötöt. Láttad az Brölkát játszani, Nitrát meglátjuk szerdán. Ennyire nagy különbség van, ennyire függ attól, hogy milyen csapattal áll ki valaki. Hát, hogy Bruno B csapatjával állt ki, nem néztem a mérkőzést, de elég nagy kontraszt. Engem pontosan ez keserített el egy kicsit, hogy egy 5 gólt kapni egy olyan meccsen, ez Brajokától nem látom semmiféle olyan dolgot, hogy most hűha, de ők egy gürizős csapat, fűbe haraptak ott, és akkor mentek csúszva-mászva. Amit mi lábok átugrásával, vagy egy olyan rövid passzos játékkal próbáltunk kompenzálni, ami egyszerűen 5 gólt eredményezett. Sziasztok, üdvözlöm én is a Szerda Helyzet nézőit. Marciban Levente vagyok, egyetemi hallgató, és a következő időszakban én is meg fogom próbálni véleményezni a DAC körüli szituációt. Némileg hátrányból indulok, mivel külföldi tartózkodásom miatt nem fogok tudni részt venni a forgatásokon, így a véleményem valószínűleg sokszor különbözni fog a megszokott kettősétől. Ami a hétvégi meccseket illeti, csak az első volt lehetőségem részt venni. Azt gondolom, hogy az eredményt abszolút nem kell nézni, ahogy a pénteki cikkemben is megpróbáltam rá utalni, ez a fél év valószínű a kísérletezésekről fog szólni. Ez hatványozottan igaz a barátságos meccsekre is. Edző a két meccs alatt 25 játékos próbált ki, ami azt gondolom, hogy teljesen visszaigazolja ezt az elképzelést, és azt gondolom, hogy a következő hetekben, de inkább hónapokban fog formálódni az, hogy mit fogunk látni a következő fél évben, esetleg következő 2,5 évben. Hajrá, Dac! Helder. Igen, úgy jött le nekem a Helder, hogy egy kicsit halvérűen kalcsolt ezt a két meccset, de hát hagyjuk meg ezt a két meccset nekik, orientálódjanak úgy, hogy kell, térképezzék fel, aztán már meglátjuk, hogy mit fog hozni. Hát én szerintem szerdán, én azt írtam, hogy már utolsó meccs, hogy kimentem most vasárnap, már összefagytam nagyon, de szerdán azért kimegyek, megnézzük, hogy mit fognak csinálni. Azt ígérte, hogy teljesen más csapat fog pályára lépni. Be kell vallanunk azt, hogy hiányoznak azok a húzó játékosok, akik vitték a hátukon a csapatot. Én ismerlek. Könnyű odaírni, hogy nem megyek ki a meccsre, de ismerem a Szigeti Attilát, azt nem tudom elinni, hogy nem fog kimenni a mérkőzésre.
Nem biztos. Hamarkodott volna. Igen, egy kicsit, de de értem, hogy mit akartál azzal utalni, meg mire utaltál. Nem akarok én most olyat lenyilatkozni, hogy én most, de vasárnap is elkeserítő volt néhány játékos részéről. Az biztos. Főfigyeltél valami újoncra a játékára? Volt valami pozitívum? Hát akit hoztunk, az a belső védőt, most nem fogom tudni megmondani a nevét. Nem láttam tőle egy fiatal gyerek, nem láttam tőle olyan dolgot, amit talán ne tudunk, egy robosztus testalkatú srác, akivel magasítjuk a védelmünket talán, szerintem kispad. A srác, a Schiffer gyerek, én szerintem nagyon sokat kell izomba fejlődnire, egy gyorslábú srácról, akinek a fejében is vannak gondolatok, amik a figyelemre méltó, viszont én szerintem a DAC-ba kezdőjével nem fog megfogadni ő sem. Igen. De beszéltünk is róla, és találkoztunk is ott a kapu háta mögött, és én egy dolgot vettem észre, hogy a nagyon-nagyon jó, hogy nő a önbizalma a Jedlicskának, a kapusunknak, mondjuk a másik kapus jól védett a másik mérkőzésen, úgyhogy ezt is megemlíteném. Viszont visszatérve Jedlicskához, szervezte a játékot, oké, minden, önbizalom benne van, megvan a respektje, de jó lenne hallani a középhátvédeket is. Hát igen, pontosan ezt hiányoltuk, ott beszéltünk is róla, hogy tényleg mind a halak úgy játszottunk ott, semmiféle kommunikáció nem volt. Néha-néha talán igen, edző részéről sem volt olyan annyi beszólás, és hát pontosan ezt is hiányoljuk, meg azt is hiányoljuk, aki tényleg elkéri azt a labdát, és a feje szerint focizunk. Aki spielmacherkodik ott, és akkor azt mondja, hogy na jó van, gyerekek, nem kell azért 40-et passzolni egy támadásépítésnél, hanem egy picit rövidebb úton is meg lehet oldani azokat a támadásokat, megjátszani azokat a széleket. És nagyon, nagyon sok rossz megválasztást láttam például a játékosoktól, ami kézenfekvő lett volna, és másokat válnak. Ez azért sok dolga lesz Szeldernek itt ezeket a dolgokat rendbe rakni, mert ami tényleg egy focit megjárt, vagy hát kívülről a szurkolók is látták, hogy ami kézenfekvő lenne, és nem azok a megválasztások történtek a pályán, ezt azért majd bele kell verni a fiúkba, biztos. Érdekes lesz kivárni azt a mérkőzést, amikor már ténylegesen fogjuk látni, hogy mi a elképzelése az új edzőnek, mert most tényleg úgy néz ki, mint egy tapogatózás. Mi is azt hiszem, persze értékelni fogunk, még kritizálni, még rámutatni a jóra, rosszra. Mennyi hetet, mennyi meccset adsz neki Heldernek, hogy teljes erővel menni? Az egy biztos, hogy Hibala magasan hagyta a lécet itt. Nem lesz ez könnyű átugorni, sőt, még megérinteni se véleményem szerint. Hozzá voltunk szokva egy olyan bizonyos játékhoz, amit majd reméljük, hogy a kezdő fog alkalmazni, és én biztos vagyok benne, hogy Helder is érti azt a játékot, amit mi csináltunk. Hogy mennyire fog belenyúlni abba a játékba, ez majd önnek lesz a szerencséje vagy a szerencsétlensége, én szerintem. És nagyon rövid idő áll véleményem szerint átnevelni egy csapatot egy másfajta koncepcióra. És hát, hogy mennyi időt adok neki, hát még bajnokin is izzadni fogunk, az biztos, hogy első pár meccsen biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan dolgok, de azért profik, hogy ezt megoldják. Igen, ilyen ridegebb ember és ilyen pragmatikusabb, úgyhogy valami ilyen focit is fogunk látni szerintem. Hát, kérdés az, hogy milyen játékosokat kap hozzá. Ez volt a kulcsmondat, amit mondtál, tényleg, hogy milyen anyagot fog hozzá kapni. De véleményem szerint sokat fog labba nyomni, mikor már úgy összerakja ezt a csapatot, amikor tényleg azokon a megfelelő posztokon megfelelő játékosok fognak játszani, és akik fogják tudni, hogy mit akarunk, és így fogunk pályára lépni. Nem tudom, de én mikor már felhúzom magam olyan dolgokon, ami meccsen láttam, például a vasárnap is, amit már egy U19-esnek tudni kellene, vagy egy csincsáknak tudni kellene,
és nem úgy megy a játék, akkor ez biztos vagyok benne, hogy Helder is látja, és majd azért el fogja dönteni, hogy mi legyen. Mind a két meccs közben megfigyeltem egy olyan fajta gesztust, vagy igazából nem gesztust, hanem gesztikulációt a Heldertől, hogy a belső védőnk először a Beszkorovány akart feljebb lépni egy picit és lekérni a labdát, mint belső védő, és abba a pozícióban 40-en vagy 45-ön, mint ahogy szokták a Hibalafé, és akkor visszarendelte őt. És akkor integetett neki, hogy visszarendelte őt, és mind a két meccsen többször a meccs alatt megfigyeltem ezt. Szóval nagyobb lesz a biztonság, biztos vagyok benne, hogy ezekben a védő dolgokban, védekezési dolgokban bele fog nyúlni. Ezért is érdekes lesz a szerdai meccs a Nyitra ellen. Az ellen a Nyitra ellen, akik elég merész célokat tűztek fel maguknak, és ahogy olvastam a sajtótájékoztatón, Demjanenko, azt hiszem az a neve a új górénak ottan, hát Bajnokok Ligája, még ilyen 5 év után. Jó, rúgtak 5 gól, de érdekes, hogy ilyen habitusú, vagyis ilyen arculatú Nyitrát akarnak csinálni, hogy ilyen kijelentéseket tesznek. Hát igen, akarni sok mindent lehet, de hogy fogják megvalósítani, biztos vagyok benne, hogy egy halom lóvét föl fog emészteni, egy halom pénzt föl fog emészteni, de hát érdekesen várjuk, hát nincs messze Nyitra, majd jó meccseket fogunk játszani ellenük. A meccsre nem fogunk elmenni odaszik. És lehet így is gondolkodni, amit beszélünk, hogy itt most 5 éven belül fognak csinálni, és egy halom jó játékost összevásárolnak, és lesz egy kiugró eredmény, aztán egy mély repülés az egészben. Azért világilag nem ez a koncepciója. Úgyhogy én szerintem azért is hosszú távon fog működni a DAC, mert azért látni azt, hogy U19-ből is már fognak kijönni játékosok. Ez idő kérdése is, és fognak kijönni játékosok. Ha csak veszük Boatengot, vagy veszük akár Veszelovszkit is vehetjük, ott van az a Javro gyerek, vagy mi azt hiszem az a nevemnek a fiatal gyerek, nagyon jó mozgású gyerekek ezek, és itt van az idő, meg kell mutatni, sokat kell edzeni, mert fizikailag nagyon gyengék vagyunk, úgyhogy itt a fizikoterapeutákon nézve szerintem nagyon sok dolguk lesznek, hogy így sok izmot rakni rá. Ez a srác is, aki jött, ez a Schiffer, ez is nagyon gyorslábú, de fizikailag gyenge, szóval. Én akármilyen tipsportliga, vagy említhetnénk más ligákat is, ott a fizikum domináns robbanékonyság és a fizikum domináns szerepet jelent. Persze, hogy még szó. Azt, hogy hajrá, Dac, de azért várunk még egy-két igazolást. Na, köszönjük a beszélgetést.